Gyurcsány Ferenc bajnai. Azt mondták a munkáltatóknak, hogy el lehet menni. El is mentek, úgy az országból, mint a jásságból nagyon sokan. Folyamatos adóemelések, folyamatos megszorítások voltak. Nem véletlen, hogy az emberek számára a munkahelyteremtés és a megélhetés volt a legfontosabb kérdés. Púcs János január 14-i sajtótájékoztatójában erősítette meg, hogy miközben a baloldal továbbra is a megszorítások politikájába hisz, közben a kormánypártok ezzel ellentétes válságkezelése megmutatta, hogy a vállalkozások támogatása és az adócsökkentések komoly gazdasági fejlődést hoztak. Utóbbi eredményekről január 15-én számolt be a pénzügyminiszter. A magyar gazdaság történet legnagyobb, legmagasabb éves növekedési ütemét produkálta a gazdaság a tavalyi esztendőben. A számok nyelvére lefordítva, ez azt jelenti, hogy a járványokhoz a gazdasági visszaesésből most úgy tudtunk visszajönni, hogy plusz 7% fölötti gazdasági növekedés, plusz 7,1%-os gazdasági növekedés valósult meg ellentétében adnak, ami akkor 2008 ben történt, amikor mínusz 6,6%-os gazdasági visszaesés volt. A kormány a szerint a frisse megjelent GDP adatok igazolják, hogy eredményes egyik, hogy az a az családok és vállalkozások támogatására épülő gazdaságpolitika. Pláne igaz ez abban a tekintetben, hogy a 2008-as gazdasági válsághoz képest kétszer nagyobb volt a visszaesés világszinten, és jóval nagyobb volt a bizonytalanság a COVID-pandémia megjósolhatatlan hatásait illetően. A Fidesz kormányzat azt a vezérelvet követte, hogy a gazdaságnak mielőbb magára kell találnia. Megnyitotta a munkahely megtartó és beruházás ösztönző forrásokat, támogatta a legnagyobb bajban lévő ágazatokat is, kedvezményes hiteleket indított. Ehhez 9300 milliárd forintot biztosított 2021 májusáig a Magyar Nemzeti Bank, mely gyors lépéseivel stabilizálta a hazai likviditást. Közben a családok megélhetését nem szociális támogatásokkal, hanem az adócsökkentések politikájával, majd bér- és nyugdíjemeléssel igyekeztek talpra állítani. A válságkezelés eredménye pedig kimagasló, 7,1%-os növekedést hozott a bruttó hazai termékben 2021-ben. A közzétett adatokból az is kiolvasható, hogy ezzel a teljesítményével a magyar gazdaság 3,4%-kal meghaladta a járvány előtti szintjét. Fontos tényezők a vártnál is jobb adatok létrejöttében, hogy az ipari termelés az év egészében 9,6%-kal emelkedett, hogy közel 28%-os a magyar beruházási ráta, mely az egyik legmagasabb az EU-ban, s a hazai foglalkoztatottak száma mára elérte a 4,7 milliót munkaerőpiac alapú fizetéseik pedig a minimálbér emelések hatására tovább emelkedtek. A piac gazdaságban a kormánynak a hatásköre a minimálbér és a garantált minimálbér emelése. A kormánynak a felelőssége, hogy folyamatosan csökkentsük az adókat és csökkentsük a munkát terhelő járulékokat. Megtettük. Ennek köszönhetően valljuk, hogy aki dolgozni akar, az talál munkát, garantáltuk a minimálbért, a szakmunkás minimálbért, vagyis megtettünk mindent annak érdekében, hogy az emberek jobban éljenek. Ezek a lépések segítenek a fiatalok itthon tartásában is, mert a vidéken is van pénzügyi perspektíva, akkor a szülőföldön is érdemes családot alapítani. A Magyar Falu Program vagy a 25 év alattiak eszi a mentessége is ezt szolgálja. A képviselő kiemelte, hogy a Fidesz által megerősített gazdaság jó a településeknek is, az önkormányzati eladósodás átvállalása a kormány egyik fontos intézkedése volt, azóta nincs eladósodás, új infrastruktúra épült és megerősödött a vidéki gazdaság. Konkrét példaként hozta fel Jászberény esetét, ahol plusz 1 milliárd forint iparűzési adót termeltek ki a vállalkozások, ami nagyban köszönhető annak, hogy az elmúlt években 27 milliárd forint állami támogatást kaptak csak a Jászberényi jássági vállalkozók. Meggyőződésből hiszem, vallom, hogy most, amikor két út áll előttünk, akkor a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, az önkormányzatoknak, a családoknak is dönteni kell. Előre megyünk, vagy hátra? a családtámogatás, a munkahelyteremtés, az adócsökkentés, a minimálbéremelés, a fiatalok jövedelem adómentessége. Arra kell, hogy sarkaljunk mindannyiunkat itt a járságban is, hogy előre menjünk, ne pedig hátra.